kapcsolódást kívánok mindenkinek, a rádió telefonjaiknak is. 25 éves a nemzetiségi színházi fesztivál, aminek Jelen lét lett a neve. Azt szeretnénk üzenni ezzel, hogy jelen vagyunk nemzetiségek itt ebben a Kárpát-medencében és a magyar színházi életben hagyományainkkal, folklórunkkal, művészetünkkel, nemzeti anyanyelvünkkel, és ezzel szeretnénk gazdagabbá tenni közös hazánkat. Kedves magyar szakma, nézzetek minket, örüljetek velünk, és legyetek a játszótársaink. Egy percet szentelnék megemlékezni Gergely László színházi rendezőről, ő volt a fesztivál névadója, sajnos már nincs közöttünk. A legújabbkori szarvasi színház egyik elindítója, Nemzetiségi Színházi Szövetség, a Kézdivásárhelyi Városi Színház és a Magyarországi Nemzetiségek Színházi Társulatának alapítója. És számos kiváló előadás rendezője. Jó kolléga, segítőkész és önzetlen ember volt. Rendkívül sokat tett azért, hogy ma itt ünnepeljünk és itt lehessünk. Nagy álma volt az, hogy Budapesten létrejöjjön egy minden nemzetiséget befogadó színház, és évente megrendezése kerüljön a Jelenlét fesztiválhoz. Laci, üzenjük, hogy itt vagyunk. És akkor most kezdődjön a fesztivál. Hát igyekszem röviden elmondani, de az Örmény Színházról egy pár szót kell ejtenem. A budavári ugyan átni. A budavári Örmény Színház az örmény közösség igényére jött létre 12 évvel ezelőtt. 2007 tavaszán első előadásuk Ékes csillagok a tiszta égen volt. Kedves barátom rendezte Szőke István. Jászai Díjas rendező, nagyszerű ember volt, nagyszerű jó barát, nagyszerű színházi ember. Minden megmozdulásukat magas mércével mért. 10 évvel ezelőtt mutatták meg a nemzetközi sikerzarató Nelly Sanazarian Keresztút című monodrámáját. Minden évben magas színvonal, Nóti Károly művek, Szőke a farc mestere volt. Ebben a társadalomban felléptek pár nevet, hogy mondjuk, Agárdi Gábor, Flórián Attal, Vojt Ági, Körpfélyesi Zsolt, Mikóai István, Váradi Mária, Máté Krisztián, sokan a tehetségű legjavát csillogtatva az áriban. Nos, a budavári, a Kőszínház is befogadta néha a produkcióikat, Reiner Maria Rilke operáját, Zenetudományi Intézetben mutatták be. És most, a már említett művésznő Váradi Mária következik, és Charles Aznavour a legnagyobb örmény zeneszerző énekes egy dalát, sanzonját fogja énekelni, zongorán kísért Milosevic Mirko.